Tavaly még a kiesés ellen küzdött, idén azonban komoly vetélytársakat is térdre kényszerített a Gyöngyös férfi kézilabda csapata. A második helyezett bravúros legyőzése után azonban a listavezetővel már nem bírt Konkoly Csaba együttese, akivel most a csapat idei szerepléséről beszélgetünk. Szia Csaba, hallasz minket? Igen, jó reggelt! Hát tegnap volt ez a listavezető elleni mérkőzés, hogyan sikerült? Hát végül is vereség lett a vége, de én azt gondolom, hogy egy nagyon jó szériában vagytok azért. Igen, így van, mondhatjuk talán. Mindenképp mi úgy indultunk el Szegedre, hogy egyrészt 3 napon belül a második mérkőzést játsszuk, tehát ezért egy csapat bármilyen szinten is játszik, ez egy nagyon nagy feladat számára. Edzésnek építettük be a programunkba. Én ezt is kértem a srácoktól, hogy maximálisan igyekezzenek olyan terhelési szint mellett menni, és a pályán a Szegednek minél jobban megnehezíteni a dolgát, hogy aztán ez egy edzésterhelésnek ilyen be, illetve számítson. Ezt maximálisan meg is tettük. Egy picit fussunk vissza az időben. Ugye tavaly azért még gondok voltak azzal, hogy bent tudtok-e maradni az élvonalban. Mi történt nyáron? Milyen erősítések jöttek, és hogyan lehetett elérni azt, ahogy most álltok már a bajnokságban? Igazából egyrészt a stábot sikerült úgy összeállítani Nagy Attila elnök úrral, hogy ez már mindenképp előre mutatott, és hát szerencsésen igazoltunk olyan értelemben, hogy sportemberi mi voltukban olyan játékosokat sikerült megszereznünk, akik aztán ezután már be is váltották a hozzájuk fűződő terveinket, reményeinket. Uros Filovszki személyével egy nagyon rutinos, nagyon kemény védőjátékos sikerült igazolnunk. Vasandán Milán visszatérésével szintén ugyanezt mondhatom el, balszélen, aki kettes védő pozícióban is nagyon eredményesen tud hozzátenni a csapat teljesítményhez. Ubornyák Dávid személyében sikerült egy junior válogatott irányítót igazolnunk, aki tudja tehermentesíteni Ljubomir Gyurist. Azon kívül mindenképp kapuban is igazoltunk Buzogány Barna személyben, egy nagyon fiatal kapust, úgyhogy ebben az irányba megyünk, és ugye Mirko Herceg és Milán Sajin sem szabad kifelejteni, őket pedig a legkomolyabb pozícióra, ugye a balátlövő pozícióba sikerült igazolnunk, úgyhogy mindenképp úgy terveztük már meg téltől kezdődően az idei szezonnak a csapatját, hogy előrébb tudjunk lépni, illetve úgy előrébb tudjunk lépni, hogy stabilabbá váljon a csapatnak a teljesítménye és a pozíciója és a középmezőny végén. Tehát akkor végülis ez volt a cél ebben a szezonban, hogy megerősödjön és középmezőnybeli csapat legyen az együttes, vagy azért voltak más elvárások, más tervek vagy vágyak? Nem, tehát mi maradtunk a realitás talaján, tehát földön járunk. Mindenképp az volt a cél, hogy ezekkel az igazolásokkal azt a fajta kieső zónát elkerüljük, ahol ott libikókáztunk, hogy így fogalmazzak, az év végén tavaly. Mindenképp az volt a cél, hogy ez a fajta stabilitás mind érzelmileg, mind sportteljesítményben is megjelenjen a klub életébe. Nagyon örülünk, hogy egyelőre ez maximálisan sikerült. Ugye azt mondtad, hogy nem véletlenül igazoltatok úgy, ahogy, tehát megvoltak a tervek, arra próbáltátok ráhúzni ezt is. Mi az, ami most így a csapat erénye, amiben azt látod, hogy igen, ez a csapat tényleg az elvárásoknak megfelelően alakul, és még fejlődni is tud majd ebben az irányban, tehát mi az, ami az erénye ennek az együttesnek most? Én azt mondom, hogy a munkamorál. Tehát idén most nincs játékos, aki az órát nézné, hogy mikor lesz vége az edzésnek, sőt, plusz munkára is fogékony a társaság. Rendkívül sok olyan dolgot is próbálunk bevezetni, illetve bevezettünk már, ami egy kicsit afelé hajlik, hogy profibbak legyünk, és ezt ők ezzel a fajta mentalitással végre is hajtják meg és csinálják. Úgyhogy ez a legnagyobb örömteli, és ez a legnagyobb olyan összetevő szerintem, ami itt a tényleg, még egyszer hangsúlyozom, a csapat teljesítményen ekkorát dobott, hogy ilyen extra kiugró teljesítményeket is tudunk egyszer-egyszer hozni.
De mondom még egyszer, az a lényeg, hogy nagyon, nagyon jól dolgoznak a fiúk. Ugye volt a Fradi ellen egy nagy zakó, valljuk be, így történt. Hogyan lehetett akkor, hiszen az még azért nagyon az elején volt, valahogy mégis összerántani őket, mert ez egy olyan pont lehet, amikor azért széteshet egy együttes. Abszolút nem magyarázva a bizonyítványunkat, mert tényleg mindenki személy szerint én is nagyon-nagyon vártam ezt a mérkőzést. A Fradi is vártam. Tehát most már egy olyan csapattá léptünk elő, azt gondolom ez is egyfajta dicséret, szakmai dicséret felénk, hogy már nem vesznek bennünket könnyedén félvárról az ellenfél csapatok, és hát valljuk be őszintén szerintem, hogyha a Ferencvárost kérdeznénk, akkor ők is ugyanezzel a céllal, sőt még nagyobb célokkal igazolták azokat a játékosokat, akik a tavalyi szezon óta érkeztek hozzájuk, és hát beleszaladtunk a késbe, tehát ezen nincs mit szépíteni. Viszont maga az, hogy ott csapatban is kompletten hoztuk azt a teljesítményt, amit eddig pozitívba, tehát csapatként szerepeltünk rosszul, tehát semmi sem jött össze senkinek, tehát abszolút nem jöttek be azok a dolgok, amiket elterveztünk, és egyéni teljesítményekben sem tudtunk megújulni, vagy hozzátenni ahhoz. Így aztán ezen gyorsan túl kellett lépni. Természetesen levontuk a tanulságokat, nem felejtettünk, tehát ez abszolút nem így működik, és nagyon örülök neki személy szerint. Én meg is köszöntöm a fiúknak a Tatabánya elleni mérkőzésnek magát az egésznek a hangulatát, meg az eredménytől függetlenül is azt a fajta kézilabda játékot, amit tudtunk nyújtani, úgyhogy megújultunk ezután a vereség után. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha már esetleg beszélünk a vereségről, akkor a nagy kiugrásokról is beszélünk, és ez a Tatabánya. Különösen úgy, hogy a második helyen állnak, és a Veszprémet is megverték, már pedig a Veszprém az ugye nagy skalp, nektek pedig így a Tatabánya, nem? Hát mindenképp. Tehát ez már az a kategória, a nemzetközi kupában szereplő csapatok a magyar férfi bajnokságban olyan játékos állománnyal és olyan játékerővel állnak, amihez mi kis csapatok nagyon nehezen érünk fel. Most én nagyon remélem, hogy ez nem csak egy ilyen kiugró teljesítmény volt, illetve van még természetesen sok minden, amin javítanunk kell. Az biztos, hogy hazai pályán őrizzük úgy a veretlenségünket, ami az eddigi években nem volt annyira törvényszerű, illetve nem volt annyira természetes. Most kivívtunk magunknak egy olyan tiszteletet, én azt gondolom, amivel jól gazdálkodunk, és hát pont egy ilyen Tatabánya legyőzése, ez meg óriási dob a csapat önbizalmán, főleg akkor, hogyha bebizonyosodik, hogy azért a kicsik is néha győzhetnek a nagyok ellen. Ettől de most következik pont a Veszprém, bocsánat, ugye, és megint hazai pályán, tehát megint lehet bizonyítani. Kíváncsiak, hogy ehhez hogy álltok hozzá, mert azért nekik még a nevük is elég nagy, tehát ilyenkor azért megremeghetnek a kezek. Én azt látom most a fiúkon, és ez nem szálltunk el, tehát azért reálisan kell nézni az erőviszonyokat. Természetesen a Veszprém egy hasonló kategória lesz, mint a Szeged volt most, függetlenül attól, hogy most milyen időszakot éli a csapat náluk. Nálunk az a lényeg, hogy a tegnapi vereség is egy olyan vereség volt, ami teljesen, még egyszer hangsúlyozom, úgy vállalható volt, hogy ami célokat kitűztünk magunk elé, azokat én azt gondolom, hogy 70-80%-ba teljesítettük is. Az első fél idő méltán mutatja azt a fajta játékminőséget, amit ott Szegeden nyújtott a csapat. Ami a legfontosabb, megint csak, hogy a Veszprém ellen is úgy készülünk, hogy egyrészt a hazai pályán továbbra is egy nagyon jó kézilabdát szeretnénk mutatni a közönségünknek, akik nagyon lelkesen támogat bennünket, és hát ez jött be múltkor a Tatabánya ellen is, mert az volt a cél, hogy az említett tényleg gyenge teljesítmény után, a Fradinál, egy olyan kézilabdát mutassunk, amiért újra ki fognak jönni a szurkolóink, és újra mögöttünk, mellettünk fognak állni. Úgyhogy ez a legfontosabb most ezeknél a nagy ellenfelek elleni vívott mérkőzéseknél, meg amit már hangsúlyoztam, hogy edzésként építjük be. Tehát nekünk az a fajta fejlődés kell, ami azzal jár, hogy a 60 perc alatt igyekszünk azt a tempót, vagy azt a taktikai
gondolkodásmódot megtartani, emellett a tempó mellett, amit a nagynevű ellenfél, a Veszprém, a Tatabánya, a Szeged, a Csurgó, a Balatonfüred diktál nekünk, hogy ezt majd a következő mérkőzéseken, ez majd profitáljon a csapat teljesítményünkön. Csaba, nagyon szépen köszönöm, és hát sok sikert kívánok majd azok a szempontok szerint a Veszprém ellen, ahogy azt te kitűzöd majd a csapat elé. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Köszönöm én is, viszontlátásra.